Érka, férka, papírka, mi kerül ma papírra? Legyen hatalmas és mókás! Vagy inkább parányi tündérvarázs! Rajzoljunk egy hosszú vonalat, a tetejére egy szilva magot. A mag másik oldalára is jöhet három rövid vonal. Kössük össze ezeket a vonalakat egy-egy félkörrel, mintha D betűt rajzolnánk. Kitaláltátok már? Ez bizony egy jó nagy bögre, amiből reggelente kakaót lehet szürcsölni. Férkancsunk rá néhány borsószemet, ezekkel a pöttyökkel díszítjük. Ígyni. Már csak arra vár, hogy kiszínezzük. A pöttyei és a belseje sárga lesz, mint a nap. A többi része pedig piros, mint az alma. Készen is van bögrebenő. Csészecsenge, bögrebenő és Kanna Anna tea délutánt tartanak a konyhában. Jaj, ez a téli hideg. Nincs is jobb ilyenkor, mint a meleg szobában teát szürcsölgetni. Vagy kakaót.